Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az Országházban. A fogyatékkal élő emberek ugye mindannyiunk ugye. Olyan ügy, amiben még nagyon sokat tehetünk, és amiben még nagyon sokat kell tennünk. Ezért nagyon örülök, hogy ma ismét együtt lehetek itt Önökkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Befogadni egy mondás szerint azt jelenti, hogy adunk egy esélyt másoknak, és ezzel adunk egy esélyt magunknak is. Adunk egy esélyt másoknak, hogy hozzánk közel kerülve megismerhessenek minket, és alakíthassák az életüket, és alakíthassák a mi életünket. Adunk egy esélyt magunknak, hogy újabb barátokat, újabb lehetőségeket fedezzünk fel az életünkben megérkezőkkel. A Göllesz Viktor ösztöndíj fontos küldetést teljesít. Jó lehetőség mindazoknak, akik megkapják, de minden túlzás nélkül állíthatjuk, legalább ekkora lehetőség a nemzet különféle közösségei számára is. Ha az államérdek szempontjából hideg matematikával közelítjük meg a kérdést, mennyivel jobb egy magasan képzett, értékes, alkalmasint pótolhatatlan munkát végző, jól kereső, adófizető, egy napjait mindenki számára, maga számára is hasznosan töltő, magabiztos és öntudatos polgár, aki képes gondoskodni önmagáról, mint valaki, aki reménytelenül segélyre szorul. Mekkora pazarlás, ha azért nem juthat valaki efféle élethez, mert nem kapta meg a lehetőséget, a támogatást. Pazarlás, elveszett esély az egyén és a közösség szempontjából egyaránt. Ennél is fontosabb, hogy a magyar szabadság közös jogaink ünnepének közeletével, amire elnök asszony is utalt, újra elmondjuk. A nemzet nem mondhat le senkiről. Mindenkinek meg kell adnunk a lehetőséget és az esélyt, hogy kibontakoztassa képességeit. Mindazok, akik ezért dolgoznak, egyfelől a demokratikus jogok kiterjesztéséért dolgoznak, miközben segítenek az életterheit megkönnyíteni nehéz sorsú embertársainknak. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, házelnök urat, polgármester társaimat, kollégákat, országgyűlési képviselőket és minden kedves vendéget, aki ma eljött erre a rendezvényre. Úgy, ahogy az előttem szólók is elmondták, én úgy gondolom, hogy egy óriási megtiszteltetés egy önkormányzat, egy polgármester számára egy ilyen díjátadáson részt venni, és egy ilyen díjat kapni. De úgy, ahogy ők is elmondták, nem azért tesszük, higgyék el mi ezeket a dolgokat, hogy egy ilyen rendezvényen kapjunk elismerést, ha bár nagyon jól esik ez is természetesen az elvégzett munka után, amikor megbecsülik a egy-egy ember vagy egy csoport munkáját. Én szeretném megköszönni a FESZ-nek is a méltatását, hogy minket külön kiemeltek. Bízom benne, hogy lesz majd követőnk is ezen a területen, ami még az országban egyedülálló ez a kulcsprogram. Mi egy kis filmet próbáltunk összeállítani, amiben megpróbáljuk bemutatni az ezen a területen elért eredményeinket, és remélem, hogy úgy, ahogy az előző időszakban, előző években is tettük dolgunkat, lesz még erőnk, tehetségünk arra, hogy folytassuk ezt a munkát, hiszen úgy, ahogy itt majd el fog hangzani, mások vagyunk, és nem biztos, hogy hasonlítani kell mindenben egymásra, el kell fogadnunk minden embertársunkat, és ezen kell dolgozni, hogy mindenkinek könnyebb és szebb legyen, és jobb legyen az élete. És akkor nézzük meg közösen ezt a kis filmet. Nem baj, hogy nem vagyunk egyformák. Talán unalmas is lenne a világ, ha mindenben egyetértenénk. Ahogy magamat szeretem, téged is úgy fogadlak el. Gyökereink összeérnek a föld mélyén, s a nap is ugyanúgy simogatja szirmainkat. Ezt vallja Tapolca, ez a balatonfelvidéki kisváros a toleranciáról, a befogadásról és az elfogadásról. Önkormányzatunk célja, hogy támogassa az esélyteremtő programokat településünk hátrányos helyzetű csoportjainak érdekében. A fogyatékossággal élők társadalmi befogadása számunkra ugyanúgy fontos, mint a gyerekeké, nőké, romáké vagy az időseké. Tapolca városa rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, ami elemzi a helyi hátrányos helyzetű csoportok helyzetét, és meghatározza az érdekükben megfogalmazott, elérni kívánt célokat. Ebben a munkában igazi összefogás tapasztalható meg a város nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, civil szervezeteivel. Velük együtt igyekszünk érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.
Az elmúlt 10 esztendőben nagy számban sikerült olyan beruházásokat végrehajtani, amelyek az esélyegyenlőségi célcsoportok számára is igen hasznosak, különösen pedig a mozgássérültek számára azok, hiszen az addig számukra megközelíthetetlen épületek akadálymentessé váltak. Velük együtt mindezek haszonélvezői lettek az idős emberek, kisgyermekes és babakocsival közlekedő szülők is. Ma már nem gond számukra bejutás a felújított bölcsödébe, a Kazinczy Ferenc tagintézménybe, a Vas Albert könyvtárba, a Belvárosi Irodaházba, a Tamási Áron művelődési központba, a polgármesteri hivatalba, a járási kormányhivatalba, a földhivatalba, a Csermák József rendezvénycsarnokba, vagy a városi moziba sem. A fizikai akadálymentességen túl a legtöbb helyen megvalósult az infokommunikációs akadálymentesség is. Nagy hangsúlyt fektet a város a kisgyermekek, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődei elhelyezésére. Felvételnél előnyt élveznek az egyedülálló szülők, a családban három vagy több gyermeket nevelők, a családgondozásban részesülők, a nem megfelelő fejlettségű gyermekek, a beteg szülők vagy nagyszülők által nevelt kisgyermekek. Az idősek érdekében többféle szolgáltatást nyújt a város a szociális és egészségügyi alapellátási intézet keretein belül. Ilyen az étkeztetés házhoz szállítással, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszer kiépítése, idősek nappali ellátása, idősek klubja. De ennek az intézménynek a feladata a hajléktalanok átmeneti szállásának működtetése is. A fogyatékkal élő emberek a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzetű csoportja. Az Éfoész Tapolcai Közhasznú Egyesület a térségben élen jár a fogyatékkal élők foglalkoztatásában. Az általuk biztosított munkahelyen megváltozott munkaképességű, látás, hallás, értelmi és mozgássérült emberek is dolgoznak. Sokak számára igazi kincs az Egyesület által biztosított segítünk támogató szolgálat, amely nem jelent mást, mint a fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben történő segítését. A fogyatékkal élők érdekében végzett városi munkánkban legjelentősebb partnerünk a Horvátné Somogyi Ildikó vezette egyesület. Igazi kuriózum a Tapolcán megvalósított kulcsprogram, amely már a sikertörténet lett. Három fogyatékos fiatalt segített önkormányzatunk olyan módon, hogy lakást biztosított számukra, hogy mentoraik felügyelete mellett megkezdhessék önálló életüket. A kezdeményezés egyedülálló és példaértékű. Az élet bebizonyította, hogy a program életképes, hiszen a fiatalok az elmúlt 3 évben teljes értékű tapolcai polgárok lettek, akiket nagyon sokan ismernek és szeretnek városszerte. Részt vesznek a kulturális életben, dolgoznak, szórakoznak, csekket adnak fel, kertet művelnek, vásárolnak, főznek, sportolnak. Úgy élnek, mint bárki más. Így nem kétséges, hogy a kezdeményező Éfoésszal közösen ezt a munkát folytatni kell Tapolcán. Mert nem baj, hogy nem vagyunk egyformák. Elnök úr, a köszöntője elején falak lebontásáról beszélt egy idézetben. Hogy érzi, a társadalom mennyire bontotta le a falait? Hát, csak a magunk életére gondolunk vissza 15-20 évvel ezelőttre, a rendszerváltozás kezdetére, hogy akkor a fogyatékkal élőknek a társadalmi beilleszkedésére mennyi gondot tudtunk figyelni, vagy mennyi gondot tudtunk fordítani, akkor láthatjuk, hogy óriási utat tettünk meg. A gondolkodásmód egy kicsit, mint hogyha átalakulóban lenne, és amit korábban mindenki
igyekezett nem észrevenni, maguk az érintettek is igyekeztek elrejtőzni, mintegy talán szégyelvén azt is, hogy mások, mint a többség. Ez ma azért alapvetően megváltozott, tehát én úgy látom, hogy egyre természetesebb lesz az, ahogy itt a tapolcai bemutatkozó filmnek a mottoja szólt, hogy nem vagyunk egyformák, és ez jól is van így, így kell tudnunk egymást elfogadni. Az Európai Uniónak is van ebben jótékony hatása szerintem. Sok minden van, amit nem tetszik benne mindannyiunk számára talán, de vannak azért olyan területek, ahol a gondolkodásmódban egy kicsit előrébb járnak, és szerencsére volt egyfajta ösztönzés, ha csak belegondolunk abba, hogy Európai Uniós források is álltak arra rendelkezésre, már nagyon régtől fogva, hogy akadálymentesítsék például a középületeket, vagy a közlekedési lehetőségekben könnyítést tegyenek a mozgássérült emberek számára, vagy éppen a látássérült emberek számára. Tehát itt is azért kaptunk egyfajta jó mintát, jó gyakorlatot, ahogy az Unióban szokták használni, meg egyfajta gondolkodásbeli változásra is ösztönzést is. Ahogy most itt nézem, hogy ki mindenki van jelen, mármint a szerzetek milyen sokasága képviseltette magát ezen a mai kis ünnepségen. Itt pedig az érintettek oldaláról is látható egy óriási fejlődés, vagyis hogy a demokrácia a lehetőségekkel, a polgári társadalom adta a szabad szervezési lehetőséggel élve, megfogalmazták a maguk érdekeit, összeálltak és próbálják képviselni. A különböző, ebben a nagyon bonyolult világban egyébként különböző érdekeket is összetudták hangolni egy nagy ernyő szervezetben, és így próbálnak meg hatékonyan föllépni a kormány felé, a döntéshozók felé, hogy a saját érdekeiket minél jobban érvényesíteni tudják a döntéshozatalban, minél jobban beszámítsák azokat az embereket, meg azoknak az érdekeit, speciális érdekeit, akiket hosszú időn keresztül a politika is figyelmen kívül hagyott. Itt nem kis létszámról van szó, hát a 2011-es népszámlálás adatai alapján, ha jól emlékszem, 4,6% a magyar népességnek valamilyen sérüléssel, fogyatékkal él együtt. A mozgássérültektől a látássérülteken keresztül az értelmi fogyatékosokon át egészen a beszéd, hallás és beszéd sérülteken keresztül. Tehát nagyon sokfajta olyan speciális csoport van, amelyik speciális odafigyelést igényel. És én azt gondolom, hogy most már kezd összeállni az a fajta munkamegosztás, az a fajta csapat, az állam, az önkormányzatok, az érintettek közreműködésével, ami ezen az úton, amin eddig elindultunk, és szerintem, ha nem is a szükségleteknek vagy az igényeknek megfelelő mértékben, de mégiscsak előre haladtunk, ezen tovább tudjunk menni. Tapolca városa nem mindennapi elismerésben részesült, és nem mindennapi helyen az országházában vehetett át polgármester úr a város nevében kitüntetést. Képviselő úr, mit szól ehhez? Én azt gondolom, hogy nagyon büszkének kell lennünk Tapolca városnak és a város lakóinak, hogy egy olyan rangos elismerést kapott a város, ami a város fejlesztéséről szól, az ott élő emberek javára, vagy az odalátogatók javára. Hiszen ugye az Európai Uniónak is egy fontos programja a fogyatékkal élőknek a segítése, akár az akadálymentesítéstől kezdve, akár a látássérülteknek a segítéséig, és én azt hiszem, hogy egy nagyon komoly szakmai szervezetek által delegált zsűri értékelte azokat a pályázatokat, amelyek a települések benyújtottak, és Tapolca bekerült a közé a három város közül országos szinten, amelyek elismerésben részesülhettek, itt ráadásul a parlamentben Kövér László házelnök úr jelenlétében, aki a díjakat átadta. Én azt hiszem, hogy mindannyian büszkék lehetünk arra a városfejlesztési programra, amely olyan 10-15 évvel ezelőtt kezdődött, hiszen Tapolca már nem csak ezt az egy díjat kapta, hanem a városfejlesztésért kapta a HIL díjat, ami az Országos Urbanisztikai Társaság adta át akkor polgármesternek, Ács Jánosnak, hogy Ács János polgármester úr megkapta az Ezüstláncot szintén a városfejlesztésben elért sikereinkért, illetve hát szinte folyamatosan a Virágos Magyarországért nevű országos és megyei versenyeken mindig kiemelkedő helyen szerepel Tapolca városa. Én azt gondolom, hogy ezt otthon is érzik az ott élő emberek, mert ez értük történik, és ez a mai díj, ez különösen azért is fontos, ahogy itt elhangzott a mai rendezvényen,
hogy nagyon sok olyan fogyatékkal élő van, aki nehéz helyzetben él, és ezt a nehéz helyzetet nem csak ő éli meg, hanem a családtagja is. És ahogy itt elhangzott az elnök asszonytól, hogy kb. 10%-a a fogyatékosa az embereknek, amely ha egy 4-tagú családot nézünk, akkor már 10 emberből 4 ember érintett ezen a területen, és én azt gondolom, hogy minden egyikünknek kötelessége, hogy támogassuk ezeket a programokat, és megpróbáljunk olyan élhető környezetet biztosítani a környezetünkben, hogy a fogyatékkal élők is otthon érezhessék magukat, és boldogan, és tényleg jó körülmények között éljék le az életüket. Hildias Tapolca, Kerékpáros Barát Tapolca, Virágos Tapolca, és most Befogadó Város Tapolca, polgármester úr, ez a díj, ez most mennyire fényes a többi között? Hát én úgy gondolom, hogy főleg annak fényében, vagy tükrében, hogy itt a parlamentben vehettük át ezt a díjat, ez is emeli a rangját, de természetesen, ugye, hogy itt a köszöntőmben is mondtam, nem ezért csinálja az ember ezeket a dolgokat, de jól esik az elismerés az elvégzett munkáért. Tényleg az elmúlt 10 évben, vagy több mint 10 évben, inkább így mondom, azokat a munkákat, amit akadálymentesítés területén, illetve a hátrányos helyzetűek, vagy a fogyatékos emberek segítésében megtett a város, ezt a munkákat értékelték. Gyakorlatilag tényleg valamennyi beruházásunknál ugye a fizikai akadálymentesítést elvégeztük, az infokommunikációs is, de nagyon sokat tettünk annak a terén is, hogy a fejekben, az embereknél is ezt az elfogadást, vagy a befogadást előbbre vittük, hiszen az országban egyedülként nálunk működik a kulcsprogram, ami még most sem talált követőre, ahol 3 fogyatékos fiatalember gyakorlatilag egy intézményből ki tudtunk tagolni, és a mindennapi életbe gyakorlatilag be tudott illeszkedni ez a 3 fiatalember. Ez volt talán az egyik olyan döntő momentum, hogy mi is a díjazottak közé kerülhettünk. Remélem, hogy ennek lesz folytatása. Most ugye mai napon jelentették itt be, hogy már a megyében, Veszprémben is úgy néz ki, hogy 3 ilyen lakást föl tudtak ajánlani a Veszprém városa, és folytatódik ez a tevékenység. Ennek a finanszírozási kérdése is megoldódik, hiszen állami szinten normatíva fog járni érte, és reméljük, hogy Tapolcán is tudjuk folytatni, hiszen találni olyan embereket, akik erre alkalmasak és be tudnak illeszkedni a társadalomba. És természetesen mi pedig folytatjuk ugye, hogy eddig a tevékenységünket ezen a területen, minden területen, a gyermekektől, a hátrányos helyzeteken keresztül, a kisebbségeken keresztül, a fogyatékkal élőkön át, hogy ezeket a programokat, célokat tovább vigyük, és minél egyszerűbb és könnyebb legyen mindenkinek az élete a városban. Direkt nem akadálymentességet, hanem hozzáférhető befogadó várost jelöltünk meg, és kicsit a Tapolcára gondoltunk, mert úgy érezzük, hogy ezzel a programmal, ahogy itt a lakás kulcsprogrammal a lakáshoz jutott 3 fiatalember, aki korábban intézményben élt, a Tapolca város polgárai egy befogadásról tettek tanúbizonyságot, mert már több alkalommal jártam ott, és számtalan barátságot kötöttek a polgármester úrtól kezdve, a virágboltosig, a utca emberéig, a szomszédokig, tehát azt hiszem, hogy ez egy minta, amit ez a kisváros föl tudott mutatni. Én azt gondolom, hogy emberségből, én tudom, hogy más területen is ugyanez a helyzet, de mi most ezt a területet emeltük ki. Tapolca és az InfoAce kapcsolata legendásan jó, nagyon rég múltra nyúlik már vissza, és nagyon sok mindent valósítottak meg együtt az önkormányzat és az InfoAce. Mi a helyzet az országban máshol? Ez egyedülálló dolog, vagy azért máshol is tapasztalható ez? Igen, hát kell hozzá azért egy mozgató erő, a horvátnél Somogyi Ildikó egy kuriózum, meg kell hagyni, mert sem időt, sem fáradtságot, sem lelkesedést, sem szeretetet, semmit nem sajnál erre az ügyre. Hál' Istennek még az országban több helyen is vannak hasonló lelkes emberek, és azért itt próbálgatunk másoknak is példát mutatni, akik meg mondjuk más területen jeleskednek, és nem ezen. De nagyon fontos ez az ügy, hogy minél több helyen értsék meg az emberek is, hiszen mindenkinek az ismerettségébe, rokonságába van valamilyen fogyatékossággal élő ember, hogy azt a lehetőséget
közösséget, amit ők is élveznek, próbálják segíteni a fogyatékos ember számára is. Tapolcai Kulcsprogram tiszteletbeli nagykövete, talán ezt is mondhatjuk önről, hiszen sok helyen képviselte már, illetve hát szerepelt azokon a programokon is, ahol Ildikó és a három kitagolt fiatalember is részt vett, és népszerűsítették a Tapolcai Kulcsprogramot. Mi a véleménye erről? Fantasztikusan jó kezdeményezésnek tartom, és példaértékűnek, mert amikor sokat beszélnek az akadálymentesítésről, és ilyenkor majdnem mindenkinek a lépcsőn való járás jut eszébe, hogy az miért nehéz egy kerekesszékesnek, vagy hogy miért nehéz felszállnia mondjuk egy autóbuszra. De véleményem szerint az akadálymentesítésnek a legfontosabb része az, amikor itt és itt rendben vannak a dolgok. Tehát akkor, amikor elfogadom azt, hogy vannak olyan emberek, gyermekek vagy felnőttek, akik valamilyen oknál fogva fogyatékossá váltak, vagy egy betegség, vagy egy közlekedési baleset, vagy bármi más miatt nem olyan, mint a többségi társadalom tagja, akkor az a legfontosabb, hogy ezt megértsük, és ne csak megértsük, hanem mindent meg is tegyünk azért, hogy az ő adottságai, az ő tehetsége, az ő alkotó képessége az ugyanúgy kibontakozzon, mint bárki másé. És ez a mi felelősségünk azoké, akik szerencsésebbek másoknál, akik vagy látássérültek, hallássérültek, vagy értelmileg akadályozottak, mi nekünk kell megoldanunk azt, hogy olyan körülményeket biztosítsunk számukra, ahol ők is ugyanúgy alkotó tagjai lesznek a társadalomnak, mint akárki más. Tapolcára szinte már hazajár, hiszen nem csak a jótékonysági bálokon köszönthettük már, de részt vett olyan színházi előadáson, ahol értelmi fogyatékosok és épek együtt szerepeltek. Nálunk ez a városban természetes, hogy együtt élünk velük, és szeretjük is őket. Ez tényleg annyira különleges, hogy ez díjat érdemel? Én azt szeretném, hogyha ez a jövőt illetően nem egy extra különleges dolog lenne, hanem teljesen természetessé válna minden községben és minden városban, mert hiszen az, hogy elfogadó és befogadó társadalomról beszélünk, az azt jelenti, hogy így kell csinálni, ahogy a tapolcaiak csinálják. Én őszintén mondom, hogy kalapot emelek mindenki előtt, mert folyamatosan figyelemmel kísérem azokat a programokat, ahol három híres fiatal ember, a három testőr megjelenik, és azt látom, hogy gyakorlatilag ott élnek a város mindennapjaiban, és az ünnepeiben is ugyanúgy részeseivé váltak ezeknek az eseményeknek, és a mindennapi hétköznapi életnek, mint bármelyik tapolcai fiatal ember, vagy aki esetleg idősebb. Tehát én azt remélem, azt szeretném és azt várom minden várostól, minden községtől, hogy ezt a példát, amit Tapolca, és nem csak a képviselők, az önkormányzati hivatal, de leginkább a polgármester révén bizonyítani tudott ez idáig, hanem a tapolcaiak között bárki más, mert én még nem találkoztam olyan emberrel, akinek erről negatív véleménye lett volna. És ha már megemlítette a jótékonysági bált, amit szintén példaértékűnek tartok, hiszen a vállalkozók már több mint 10 éve, talán 14 éve rendezik, szervezik ezt a összejövetelt. Tehát ez is azt mutatja, hogy itt nem egy helyi politikusnak, vagy egy országgyűlési képviselőnek a saját programja, hanem ha kezdeményezők is voltak, de az egész város felcsatlakozott mellé, és őszinte leszek, nagyon irigylem magukat ezért. Ildikó az, hogy Tapolca ma megkaphat ezt a nagyszerű elismerést, abban nagyon nagy része van az évfolyésznek és az évfolyész által kezdeményezett kulcsprogramnak, amit tudjuk már, hiszen többször is beszámoltunk róla itt a Városi Televízióban, hogy nagyon szeretnétek folytatni, és a polgármester is megígérte, hogy ehhez minden segítséget megkaptok. Hogy áll ez az ügy most? Hát úgy gondolom, hogy ez nagyon jó úton
halad. Szeretnénk tovább folytatni ezt a programot, mivel hogy az évfolyésznak már kezdetektől az a célja, hogy minél több alternatív lakhatási forma lehessen itt, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országban egyedülállóan Tapolca indította el, és ez nagyon jó dolog, mert most már több helyről hallom, hogy több támogatott lakhatás indul. Mi is még Tapolcán, illetve Veszprémben két lakással, és Pápán szeretnénk még így a megyébe tovább indítani a lakásokat. Úgy próbáljuk ütemezni, hogy lehetőleg ez kisebb-nagyobb eltéréssel egyszerre induljanak be. Itt a működési engedélyek kiadása, mindennek a megfeleltetése. Én nagyon-nagyon remélem, hogy itt a második lakás is először Tapolcán fog beindulni. A fiatalok már nagyon várják, hogy elfoglalhassák. Jelenleg a képzésüket tervezzük, hiszen ennek a támogatott lakhatásnak nagyon-nagyon fontos része a megfelelő képzés. Úgy gondolom, hogy azokat a fiatalokat, akik úgymond nem kellett gondolkodniuk a reggeliükről, vacsorájukról, nem kellett gondolkodni arról, hogy hogyan nyissák ki az ablakot, vagy ne nyissák, mindent megtettek helyettük, azoknak nagyon fontos az előkészület. Illetve hát a féltésük miatt is, mert hát azért egy egészen más dolog kint élni, és tényleg ennek a három fiatal nagyon jó példát mutat erre. A képzések beindítása után remélem, hogy be is költözhetnek Tapolcán a lakásba. A városban a három fiatal, Gyurit, Józsit és Zolit mindenki ismeri, és hát nagyon szeretjük is őket, minden rendezvényen felbukkannak, mindig van véleményük, hozzáfűzni valójuk, tényleg úgy élnek, mint bárki más a városban. Ők vannak a reflektorfényben, de az életlehetőség többi fiatalja is nagyon aktív a város életében, hiszen most akár csak a téltemetőre gondolok, akkor is ott volt mindenki. Mi a helyzet velük? Ők hogy vannak most? Mi újság az életlehetőségben a munkával? Itt is nagyon pozitív dolgokról tudok beszámolni. A maga a nappali intézmény is reakreditáltatta magát. Ez azért volt jó, hogy ez sikerült, hogy itt már nem csak a szociális foglalkoztatás, hanem a védett foglalkoztatás is beindulhatott. Tehát jelenleg a városunkban megvan az a lépcsőzetesség a fogyatékkal élő embereknek, hogy kezdetben a nappali intézmény és a szociális foglalkoztatásban a mindennapos támogatásokkal megindulhat a foglalkoztatás. Utána szintén még hát az értelmi sérült embereknél nagyon fontos a szinten tartás és a fejlesztés. Mellette a védett foglalkoztatóba lehetnek, és ha kinőtték, akkor remélhetőleg, és most már jó, hogy egy-két fiatalt a rehabilitációs munkahelyre is le tudtunk helyezni, és nagyon-nagyon szeretném, és beszélgettünk polgármester úrral, hogy most már egy-két fiatal megérett arra is, hogy a nyílt munkaerőpiacon dolgozzon. Főtanácsadó úr, én nem tudok úgy beszélgetni a tapolcai, hát hagyd mondjam így, hogy kulcsos fiúkkal, mert így beszélik, vagy így ismerik őket a városban, a Gyurival, a Józsival, meg az Olival, hogy ne említenék meg a Tamás bácsit, aki annyi mindent segít nekik. Milyen a kapcsolat a fiúkkal? Tényleg ilyen szoros baráti? Ez így van, tehát nagyon tényleg azt lehet mondani, hogy akkor baráti, kollegális, közös témáink vannak mezőgazdaságról, kertművelésről, szőlőművelésről, mozdonyokról, könyvekről, kerékpározásról, utazásról. Nagyon nyilvánvalóan próbálok én akkor őhozzájuk alkalmazkodni, vagy ő stílusúnak megfelelően kérdezni, hogy kelljen tudjunk akkor beszélgetni, de én úgy gondolom, hogy egy pillanat alatt megértik, hogy én mit akarok, meg én is, hogy őt mit akarok mondani. Nagyon sok személyes segítséget is kaptak, polgármester úr kerékpárokat ajánlott föl, tudom, hogy főtanácsadó úr meg a termények számára a hűtőszekrényt, kaptak számítógépeket is, és hát azért egy nagyon nagy felajánlás volt a várostól maga a lakás, meg hát a kiskert, ami azért egy nagy elfoglaltságot nyújt a számukra. Ez így van, én nagyon örülök neki, tevékeny részem volt a kert, kiskertnek a biztosításában is, mert alap végzettségem, vagy alap iskolám talán akkor agrármérnök vagyok polgármester úrral együtt, tehát hogy ne maradjon műveletlenül terület, és nagyon fontos, hogy és az a biozöldség véleményem szerint, amit valaki saját maga, saját eszközeivel termel, nem biztos, hogy az, amit akkor megvesz a akármelyik üzletben hozzá. A szerkesztőasszony által ebben említett eszközök pedig akárki lehettek volna a szemétbe is, vagy kidobásra is kerülhettek volna, de működőképesek voltak, és jók voltak, és nagyon hálásak érte, és nagyon örülnek neki.